2022-ben indítottuk útjára a Ki mit tud Győrén elnevezésű minősítő gála műsorunkat. Immáron harmadik alkalommal szerveztük meg, köszönhetően a tankerület, illetve a Györekösség önkormányzatának. A pandémiát követően az volt a tendencia, és azt láttuk, hogy a gyerekeknek nincs hol megmutatniuk, hogy miben ügyesek, miben tehetségesek, ezért úgy gondoltuk, hogy lehetőséget kell teremtenünk nekik, és a pedagógusoknak is, hogy visszajelzést kaphassanak a munkáikról. Kipattant a fejünkből, hogy egy Ki mit tudott fogunk megszervezni, ugyanis ez nem jelent különösebb energia ráfordítást, időbefektetést sem a gyerektől, sem a pedagógustól. Minden iskola kötelékében van tehetséges gyerek, mindenütt van olyan produktum, amit elő lehet bármikor húzni a tarsolyból. A mai napon már második alkalommal vettünk részt ezen a rendezvényen, és azt látjuk, hogy egyre több gyermeket, csoportot és felkészítőt vonz ez a rendezvény. Ebből is látszik az, hogy erre van igény. Mi a Bonyhádi Általános Iskolától, a Bartók Béla Alapművészeti Iskolától, illetve a Völtség Néptánc Egyesülettől összesen 13 műsorszámot állítottunk ma színpadra a zsűri elé. Körülbelül 50 gyerkőcöt hoztunk. Voltak olyanok, akik szavaltak, két szavalónk volt. Voltak, akik szóló éneket énekeltek, elsősorban a bukovinai területről gyűjtött dalokat, méghozzá Andrásfalváról. Voltak olyanok, akik összeálltak kisebb csoportokba, vagy párosával, van egy pacsirta kórus, ők heten vannak, ők aranypálva díjat nyertek a Cinege Madár Népdaléneklési versenyen, illetve elhoztuk a Bonyhádi Általános Iskola gyermekkórusát. Annak idején még az Aparanci Székely Hagyományőrző Együttesnek voltam a tagja 15 évig, és egy nagyon neves tanárom volt Jakab Éva személyében, aki ebbe a világba belevitt minket, és megfertőzött ezeknek a hagyományoknak a szeretetével. Rengeteg népdalt tanultam tőle, és elsősorban Andrásfalvi gyűjtéseket, hiszen Aparhanton az Andrásfalvi székelyek telepedtek le nagyon nagy létszámmal, és ebből az indítatásból készítem föl elsősorban székely népdalokból a gyerekeket. Ezekből a dalokból 13-14 gyerkőcöt készítettem föl. Nagyon ügyesek voltak, hát a pacsirta kórus elkápráztatta itt a közönséget, már most nagyon sok pozitív visszhangot hallottam így a nézőktől, illetve a szólistákra is nagyon büszke vagyok, ők már megmutatták máshol is a tehetségüket. Mindig próbálunk újítani és újabb népdalokat megtanulni, figyelek arra, hogy olyan népdalokat énekeljenek a gyerekek, amik az életkori sajátosságaiknak megfelelnek. Igen, ezeket a gyerekeket a Bonyhádi székelykör tagjaiként fogjuk beintegrálni, hiszen a Bonyhádi székelykör vezetője vagyok, és azt gondolom, hogy az utánpótlásra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen hogyha erre nem alapozunk, akkor nincs jövőnk. És ezek a gyerekek imádják ezeket a dalokat énekelni, imádják azokat a játékfűzéseket és táncokat, amiket tanulunk, hiszen székely táncokat is hoztunk a mai alkalomra, és bukovinai székely játékfűzéseket is. Sebestyén Ádám bácsi könyve az, ami nekem alapul szolgál, és onnan veszem a dallamokat és a játékleírásokat, illetve Jakab Évától, amit annak idején gyermekként tanultam, azt próbálom átadni, egy kicsit újra gondolva, egy kicsit átalakítva, hogy magunkénak érezhessük ezt mi is. Galatón esik az eső, jaj Istenem, nem lesz jó idő. Elsárosodik a topánkám, megver érte az édesanyám. Azért vagyok itt, mert egyik kislány tanítványomat, egy baráti családnak a kislánya, felkészítem most már egy éve körülbelül különböző ilyen versenyekre, eseményekre, és erre az alkalommal, erre a Ki mit tudra is elhoztam őt. Ehhez csak egy rövid felkészítő kellett, hiszen egy olyan dalcsokrot adott elő, amit már Szekszárdon a Cinege Madár énekverseny döntőjébe is énekelt, és ott kiemelt aranyminősítést kapott, és hát
nem kellett, ő nagyon-nagyon ügyes, nagyon tehetséges, gyönyörű hangja van, nagyon jó hallása van. Ha tízszer szólok neki, hogy kezd el a csokrot, mind a tízszer ugyanazon a hangon kezd el. És ez nagyon fontos, mert véletlenül se kell attól tartani, hogy esetleg ugye a hangterjedelem miatt problémája lesz később, igen. A mai alkalommal egy felcsiki népdalcsokrot énekelt, egy kicsit lágyabb ének, aztán egy lassú csárdás és egy gyors csárdással, tehát így felépítve, és nekem az az érzésem, hogy nagyon szépen adta elő, szépen tisztán. Ennek a helynek amúgy is van egy nagyon jó akusztikája, és nagyon jó hallatszanak ezek a, lehet itt a többi, amikor több kislány énekel együtt, hát úgy cseng az egész, gyönyörű, szép az egész, igen, nagyon szeretem. Bukovén székkel leszámozottak vagyunk, ahol is az őseink eltöltöttek 160 évnyi időt, de előtte is volt élet, és hát előtte is vannak ősök, hiszen 1000-2000 akány mennyi évre visszamehetünk, nekünk őseink vannak, hál' Istennek bizonyíthatóan, és Bukovina előtt egy kicsi moldvai kitérővel Székelyföldön voltak az őseink, jellemzően Csíkba és három széken, de Udvarhely környéken, tehát voltak több helyen, de a mi, akik Bukovinába kerültek, ott oda Csíkból és Háromszékből. A bukovinai élet előtt is volt élet, és méghozzá sokkal hosszabb, mint Bukovinában. Amellett, hogy nagyon szeretjük, nagyon tiszteljük a bukovinai hagyományainkat, hogy ne, hiszen édesanyám 19 évesen jött, tehát nagyon sok mindent tud, és még mindig él, hál' Istennek, mindig tud mesélni, énekelni ezekről a dolgokról, 102 évesen is. De én nekem van egy olyan érzésem, hogy egy kicsit feledésbe merül az előtti időszak, és ezért nagyon szeretném a székelyföldi életet, táncokat, népdalokat, viseleteket egy kicsit felhozni és ismertetni, és azért gondoltam, hogy a kislány is akkor ezt énekelje, de van nekünk egy férfi dalárdánk, akikkel a Cinege madárversenyen elég jól helytáltunk, ott szintén ezt próbálom erősíteni, amellett, hogy természetesen bukovinai énekeket is tanulunk. A gyerekkoromban ez az evangélikus templom omladozott, bomladozott, és mi játszótérnek használtuk az udvarát, és most meg egész Tolna megye gyönyörűségét ide begyűjtötte a gyerekek szájába, hangjába, lábába. Szóval csodálatos felemelő érzés. A kedves zsűri tagokkal beszéltük, hogy ugye most már harmadik éve zsűrizgetünk itt, és egyre jobb a színvonal. Szóval egyetlen produkcióra sem mondtuk azt, hogy jaj. Nagyon ügyesek, felkészültek a gyerekek, egyszerűen lehengerlően színvonalas az egész kis kimit tud. Én is így kezdtem, hogy az úttörő seregszemlére vittek bennünket, úgyhogy ez is egy ilyen első állomás, ahol kipróbálhatják, hogy milyen nyilvánosság előtt megmutatni, amit ők szeretnek. Előfordulok sokfelé időnként zsűriben, de tényleg ezt a színvonalat, amit itt most legkisebbektől a nyolcadikosokig láttam, ez egyszerűen hihetetlen. Nincs olyan, amire tényleg azt mondaná az ember, hogy jó, hát most kezdi, és akkor nagyon kezdőként van itt a színpadon. Nem. Aki most kezd, és most lép föl először életében, annyira felkészültek, és ez a felkészítő tanárokat dicséri. Hihetetlen. Profi produkció.